A felkészülés első edzésére gyülekeznek a kisvárdai játékosok, pontosabban a felkészülés második részének első edzésére. Az őszi szezon végét követően, ugyanis november 28-áig pihenőt kaptak a futballisták, majd december 9-éig ismét edzésbe állt a csapat. Az ünnepeket követően az elmúlt napokban már egyéni edzésterv szerint készültek a játékosok, hogy ne a nulláról kezdjék el a munkát január 3-án. Ezt mindenki végrehajtotta, ugye természetesen ez ad egy alapálló képességet arra, hogy ezt a saját stábunk által, kisvárda által kidolgozott egyedi periodizációs rendszert tudjuk végezni, ami egy egymásra épülő edzésprogram, ugye mert nagyon rövid az idő, és ugye most ha levesszük, 24 nap múlva bajnoki mérkőzés van ránk, tehát addigra olyan állapotba kell kerülnünk, hogy ugye már eleve a felkészülésünk majd a Törökországon, amire majd visszatérünk, nyilván, hogy ottani a bajnoki mérkőzés, az első bajnoki mérkőzés jegyébe kell, hogy már eltelljen, ugye, mert nyilván, hogy arra készülünk, de hát ebben párhuzamosan természetesen a bajnokságra is. Hazai környezetbe készülünk a héten, 3-án, 4-én az egészségügyi részlegé volt inkább a főszerű, ugye mérések voltak, orvosi vizsgálatok, ugye, hogy mindenki milyen állapotban van jelenleg, ugye lesz majd viszonyítási alap is természetesen, de nem maradtak az edzések, úgyhogy 3-án, 4-én egy-egy edzés volt, 5-én két edzés, pénteken egy, szombaton egy-egy más közti játékkal zárjuk le a hetet, hétfőn visszatérünk délután, kedden edzünk még, és szerda reggel indulunk hajnalban törökországi edzőtáborra. Törökországban január 14-én a lengyel élvonal 7. helyezettje, a Sztál Mielec, 17-én a szerb bajnokság 8. helyén álló FK Radnicski, 20-án pedig a cseh első ligában 4. Sigma Olomouc ellen lép pályára a Kisvárda. A szakmai stáb új játékosokat is bevethet a felkészülési meccseken. Hassaniról tudjuk, hogy ugye Dél-Koreába ment, sok sikert kívánunk neki, nagyon sokat tett a kisvárdai sikerekért, viszont úgy gondoljuk, hogy Milos Spasics, aki érkezett támadó szekcióba bárhol bevethető, megfelelő lesz a pótlására, ugye, és a védelem tengerébe érkezett ugye Alexandra Jovicic, ő is egy nagyon jó játékos, nagyon jó tapasztalatokkal rendelkezik, ugye ő már a klubnak a látókörében volt régebben is, most sikerült megszerezni. Ezáltal egy kicsit úgy gondoljuk, reméljük, hogy stabilizálni tudjuk a védelmünket. Ponomarenko Nazár felkerült az U19-es csapattól, 2000 születésű játékosról beszélünk, felkerült a felső csapathoz, úgyhogy ő profi szerződést kapott a klubtól. Nagyon tehetséges játékosról beszélünk, aki már itt nevelkedik az akadémián, és rendelkezik ugye már magyar állampolgársággal is, de nagy jövőt látunk benne, és ugye a hetefélból érkezett Raúl Mártin, biztos vagyok benne, hogy az NB3-as csapatban hétről hétre jobb teljesítményt fog nyújtani, és ugye mondhatom azt, hogy mind a két fiatal gyerek a jövő emberének mondható. Hazatérése után hazai környezetben készül a jelenleg 3. Kisvárda, ami az év első bajnoki meccsén január 28-án a tabella 6. helyén álló Paksot fogadja a Várkerti stadionban.